Lothar Hirneis német rákkutató előadásának a mostani részletében a TBC-ről fog beszélni érdekes módon, és valami nagyon különlegeset fog ajánlani, nevezetesen a kávébeöntést. El tudod ezt képzelni? És aztán itt van még dr. Max Gerson, akinek a harmadik birodalomban el kellett hagyni Németországot és Amerikába menekül. Maga is egy híres orvos, aki annak idején több más orvossal is együtt dolgozott. Az ő módszere 13 frissen préselt gyümölcslevet alkalmaz, és az ember úgynevezett kávébeöntéseket csinál. Ezt tudom, hogy annak, aki még ilyet nem csinált, csúcsán hathat. Van itt valaki, aki már próbálkozott kávébeöntéssel? Az én gyerekeim azt szokták mondani, hogy papa, te vagy a falu bolondja, te vagy az egyetlen, aki a kávét alulról küldi be, és nem felülről. De ezt az ember májtisztítás miatt csinálja. Viszont Gerson valami más tett, ő képes volt a tuberkulózist meggyógyítani. Tudják önök, hogy manapság mi a leggyakoribb fertőző betegség a világon? Ez nem a kolera, a malária, az AIDS, az ebola vagy a diftéria, ez a tuberkulózis. Amíg itt állok, percenként 3 ember hal bele a világon. 2019-es adat szerint a világon évente 1,6 millió ember hal bele. És 10 millió új beteg fertőződik meg vele. A tuberkulózis kezelése egész egyszerűen antibiotikum, de ahogy azt mindannyian tudjuk, hogy az antibiotikumok manapság már nem működnek olyan jól, mint régen. Egyre több rezisztens baktériumtörzsünk van, és emiatt egyre több ember hal meg tuberkulózisban. Ezt nézzék meg, 1927-ben dr. Gerson a híres dr. Sauerbruchal együtt készített egy kutatást, amelyben több mint 90%-át a betegeknek meg tudta gyógyítani tuberkulózisból. Nekünk van egy jó terápiánk a tuberkulózisra, csak ahogy az már lenni szokott, ez senkit nem érdekel. Nagyon sok táplálkozáson alapuló terápia van, de az idő rövidsége miatt ebben nem tud belemenni részletesen. Dr. Budwigért és dr. Gersonért tűzbe teszem a kezem. Ugyanis ezeket az esetek akár Amerikában volt, Angliában, Tájföldön, Vietnámban, Malajziában, teljesen mindegy, ott voltam, láttam és dokumentáltam. Én ezeket tudom, nekem ezt nem kell hinni.